Sajtótájékoztatón mesélt várakozásairól Szivics Tomislav, a DVTK vezetőedzője, a csapat első idei edzése után. Mindenek előtt arra voltunk kíváncsiak, mit mondott a fiúknak az öltözőben köszöntésképp. Azt mondtam, hogy új év, új remény, sok sikert, gyerünk dolgozni. Nagyon rövid voltam. Ez volt. Természetesen az első kérdések egyike a játékosok fizikai állapotára vonatkozott. Most az én szeme azt mondja, hogy teljes jó állapotban visszajöttek. Persze mindig van egy-két-három, aki nem azon a szinten vannak, mint többiek, de precízen fogok mondani hónap este. Hónap csinálunk, és hónap este leülünk, és megcsinálunk, hogy pontosan. Az alapján megcsinálunk a csoportokat, és akkor már szombaton megy a konkrét munka. Dajan Ponyevics balhátvéd és Irakli Kvekveskiri középpályás személyében két próbajátékos is csatlakozott a DVTK edzéséhez. Róluk kérdeztük a szakvezetőt. Hónap lesz a tesztelés, megnézzünk teszt alapján, most néztünk egy picit, valamit tudunk, és akkor már vasárnap fogunk mondani valamit, most még korán. Azt hallottam az infokat, legjobbakat hallottam, és egy pillanatban feltűnt az, hogy esetleg a Huszicsnak is lesz valami ajánlat, és akkor ilyen szempontból hoztunk ezt a gyereket, hogy nézzünk meg, ha történ valamit, akkor tudunk valamit, hogy ne lepődjön bennünket. Van német Milán, mint Balbek, és akkor, ha esetleg valami történ, akkor van megoldás. De az csak akkor. Egy agresszív középpályás, aki ott fotballozott, ott kiemelkedő volt, de az nem egyforma, és hogy akarunk látni egy picit, hogy áll a helyzet. A hozzáállás és mentalitás jó. Többi majd kiderül. Kíváncsiak voltunk természetesen arra is, milyen tavaszra számít a DVTK vezetőedzője. Nagyon nehéz tavaszra számítok, azért mert összes többi csapatok nagyon erősítettek, aki mögöttünk vannak, és aki ugyanoda akarnak kerülni, ahol most mink vagyunk. És engemet nem zavar az, mert tavaly is volt hasonló. Saját magunkkal foglalkozunk, és a cél az, hogy itt maradunk legalább. Az átigazolási időszakok a játékos keret változásairól is szólnak minden csapat életében. Szivics Tomislav elmondta, nem számít nagy jövésmenésre. Most jelen pillanatban van kettő játékos, akiről beszélünk. Elek Ákos meg Kádár Tomi. Viszont ameddig valamit konkrétan nem történik, nem tudok mondani semmit. Ha ez fog történni, akkor arra a pozícióra valószínű, hogy fogunk reagálni. Ez a keret, ami van, harmadik lett, és játszott nagyon sok mérkőzés Európában is, meg mutatta, hogy képes bárkivel szembeállni. És ha nem tudunk találni olyan, aki top erősítés, akkor én személyesen nagyon fáradt vagyok, hogy valakit visszahozom az életbe, visszahozom az a formába, és visszahozom, hogy valami jelent, mint játékos. Nagyon sokat csináltam ebből.